Tisztelettel köszöntöm Önöket. Vas Magdolna vagyok, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színművésze. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ugyanis családi érintettség okán dédnagyapám, akit bár túlélte, elszenvedője volt a sztálini terrornak. Részese lehetek a sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatainak tiszteletére rendezett emlékülésen, a Felsőház, Országház felsőházi termében.
Megemlékezésünk abban a sorozatban illeszkedik, amelyel az országgyűlés a parlamenti ciklus során adózott a küldhoni nemzetrészeknek. Így került sor e falak között a Székely Nemzeti Tanács ülésére. Megemlékezése Eszterházy János felvidéki politikusról és a délvidék mártírjairól. Mai megemlékezésünkkel a kárpátaljai magyar közösséggel fejezzük ki összetartozásunkat. A kárpátaljai magyarság számára nagy megrázkódtatást jelentett a magyar államtól való ismételt elszakadás és a háborús front átvonulása 1944-ben. A magyarok azt követően azonban még komolyabb megpróbáltatásoknak voltak kitéve. Novemberben immár 69 esztendeje lesz, hogy Sztálin parancsára több mint 10 000 magyar és német férfit néhány napos jóvátételi munka ürügyén előbb a szojvai gyűjtőtáborba, majd a szovjet gulág táboraiba hurcoltak, ahonnan több ezren nem tértek vissza.